Önök az M-Plain Televízió híradóját látják, jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Közel 150 versenyző vett részt az országos kadett szabadfogású és női minősítési birkózó versenyen Sárospatakon. Március 5-e és 9-e között tartják a pedagógiai szakszolgálatok hetét. Sátoraja új helyen gazdag programot kínálnak ennek keretében. Több mint 62 ezer ügyfél vette igénybe a Sárospataki járási hivatal szolgáltatásai 2017-ben. Az ország 17 megyéjéből mintegy 50 szakosztályt képviselve közel 150 versenyző vett részt a hétvégén Sárospatakon megrendezett országos kadett szabadfogású és női minősítési birkózó versenyen. A sportesemény házigazdája a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület birkózó szakosztálya volt, amely idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. A verseny tétje ezúttal az volt, hogy kik kerülhetnek majd be a magyar válogatottba, és juthatnak el az Európa és világbajnokságokra. Nem mindennapi sporteseménynek adott helyet a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium. A Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület birkózó szakosztálya szervezésében itt zajlott az országos kadett szabadfogású és női minősítési birkózó verseny. Bár eredetileg több mint 200 sportoló nevezett az eseményre, a hirtelen jött hó miatt az ország 17 megyéjét képviselve végül közel 150-en álltak a szőnyegre. Egyrészt 2013-ban alakult újjá a birkózás Sárospatakon, úgyhogy 2018-ban az 5. születésnapunkat fogjuk ünnepelni. Úgy gondoltam, hogy ha egy rangos versenyt meg tudunk pályázni, el tudunk idehozni, akkor megfelelően meg tudjuk ünnepelni ezt a szép eseményt. A válogatottságért küzdenek itt a versenyzők, általában nagyobb szakosztályok, mint egy Ferencváros, Vasas, Csepel, ilyenek szoktak rendezni ilyen országos versenyt, de azt tudni kell, hogy nagyon ügyes kadett lányversenyzők vannak Sárospatakon, és a tavaly évben a csapatversenyben az országos 7-et hoztuk el, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hazai pályán a közönség előtt versenyezhessenek ezek a lányok. Több mint 10 évvel ezelőtt döntöttük azt el, hogy energiáinkat, amelyek szellemi energiák és anyagi energiák is, elsősorban az utánpótlás nevelésre fogjuk koncentrálni, és azt hiszem így most már több mint 10 év elteltével mindenki láthatja, hogy ez ekkor egy nagyon jó döntés volt. Nálunk is ugye az új szakosztályban az 5 év alatt rengeteg gyerek most már megfordult, és óvodáskortól kezdve gyakorlatilag próbálják elsajátítani ezt a sportágat is. Szerintem azért egy nagyon jó igazi emberpróbáló sporták, hát nem beszélve arról, hogy az ókori olimpiának is már egyik része volt, tehát egy igazán hagyományos sportágról beszélhetünk. Megtisztelő számunkra, hogy egy ilyen rangos esemény, országos esemény itt van Sárospatakon, felhívja a figyelmet, arra a sportszeretők figyelmét, hogy milyen jelentős hely a sport szempontjából is Sárospatak, ide érdemes eljönni, hiszen itt olyan versenyek kerülnek megrendezésre, amik nyilván az ifjúság nevelését szolgálják. A kadett korosztály, más néven ifjúsági, a 16-17 éves fiúk és lányok versenyét jelenti. Ők valamennyien a válogatottságért küzdöttek. Az országban két ilyen megmérettetést szerveztek. Mindenféleképpen nagyon fontos verseny nekünk ez a mai. Három versenyzővel érkeztünk Kaposvárról. A háromból két versenyző akár a válogatott ezt is megszerezheti. Az elmúlt válogatón, ami Budapesten volt, ebbe a súlyba 60 kilóba két bronzérmet szereztünk, két elvesztett, félig megnyert elődöntő után, úgyhogy most nagyon bizakodunk. Lányoknál egy indulónk van, Szabados Noémi, 65 kilóba, ő megnyerte az első válogatót. A tavaly is válogatott volt és indult az Európa-bajnokságon, illetve a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságon 8. helyezést ért el, sajnos a világbajnokságon kiesett, viszont most utolsó éves kadettként nagyon szeretném, hogyha ott lenne az élmezőnybe és dobogón végezne. Az egyik januárban Budapesten volt, a másik pedig most Sárospatakon. Ennek a két versenynek az eredményei alapján kerülhetnek be a versenyzők a magyar válogatottba, majd juthatnak ki Kijevbe az Európa-bajnokságra, majd később Zágrába a világbajnokságra. A versenyen végül nem csak házigazdaként szerepeltek eredményesen a sárospatakiak, hanem a női csapatpont versenyben a második helyezést érték el. Március 5-e és 9-e között zajlik a pedagógiai szakszolgálatok hete. Az országos program sorozatot múlt hét pénteken Szolnokon nyitották meg.
A Borsodabaus Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat szervezésében a járásokban működő szakszolgálatok konferenciákra, fórumokra, nyílt foglalkozásokra várják az érdeklődőket. A Sátoragyaújhelyi Gyógypedagógiai Szolgálat kedden, csütörtökön és pénteken nyitja meg kapuit az érdeklődő szülők és pedagógusok előtt. A pedagógiai szakszolgálatok hetének célja, hogy betekintést nyújtson a szakszolgálatok munkájába, a megyei járásaiban szervezett programokat gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, intézményvezetőknek, intézményfenntartóknak és más szakmai szervezetek szakembereinek állították össze. Minden járásban a szakszolgálatok különböző rendezvényeken várják az érdeklődőket. Különböző rendezvények lesznek, egyben mégis azonosak. Szeretnénk kinyitni a kapukat, az ajtókat, hogy a szülők, az érdeklődő szakemberek betekinthessenek a mindennapi munkánkba. A Sátoraljaújhelyi Tagintézmény kedden, csütörtökön és pénteken várja az érdeklődőket, a délelőtti órákban elsősorban a szülőket, délutánonként pedig az óvodai, általános, valamint középiskolai pedagógusokat. Az intézmény szakemberei olyan témákkal várják az érdeklődőket, mint például a fejlesztés helye és ideje, miért kell vizsgálni a gyermekeket, vagy a logopédia területén nyújtott lehetőségek. Arra törekedtünk, hogy minden szakterület, amit mi ellátunk, az jelenjen meg valamelyik napon. Így aztán a nevelési tanácsadás, a járási szakértői bizottsági tevékenységünk, a korai fejlesztés és gondozás, a tehetséggondozás, a logopédia mind-mind teret kapnak és helyet kapnak, és azon belül pedig a kollégákkal egyeztetve ültem le, és őket kérdeztem meg arról, hogy mik azok a témák, amelyeket most ők úgy látnak, hogy a szülőket vagy a szakembereket érdeklik, és ezért állítottuk össze ezt a programot. A logopédiánál ugye adta magát a dolog, hiszen most központi téma, ahogy említettem az előbb is, a megkésett beszédfejlődés. Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítanak a logopédiára. Ennek jegyében zajlott ma Miskolcon egy egésznapos konferencia, melyen a logopédusok mellett a nevelési tanácsadók szakemberei is részt vettek. Több mint 62 ezer ügyfél kereste fel 2017-ben a Borsodabaus-Zemplén megyei kormányhivatal sárospataki járási hivatalát. Ugyanebben az évben közel 30 ezer esetben születtek döntések különböző ügyekben. Dr. Komárom Éva, a járási hivatal vezetője elmondta, a 2017-es esztendő igazán mozgalmasra sikeredett, hiszen a napi feladatellátás mellett a régi új épület birtokba vétele és az ezzel járó költözködés is többletmunkát rót valamennyi dolgozójukra. A sárospataki járási hivatal 2017-ben is valamennyi területen igyekezett megfelelő színvonalon az ügyfelek rendelkezésére állni, értékelte a tavaly végzett munkát dr. Komáromi Éva hivatalvezető. Hozzátette, hogy Sárospatak mellett a térség településeinek állampolgárai több mint 62 ezeren intézték itt ügyeiket 2017-ben. Emellett közel 30 ezer esetben hoztak döntést számos ügy kapcsán, ugyancsak ebben az időszakban. Természetesen a legszembetűnőbb számok a kormányablak ügyintézése kapcsán születtek, tette hozzá. A kormányablakban megjelent ügyfelek számát fél éves viszonylatban tudnánk megmondani egészen pontosan, hiszen itt hétről hétre is monitorozzuk az ügyfelek és az ügyiratok számát. Az ügyfélforgalom a második fél évben emelkedő tendenciát mutatott az első fél évhez képest, mert míg az első fél évben, 2017 első fél évében 10.300 ügyfél jelent meg, a második fél évben ez a szám meghaladta a 13.000-et. Tehát ez így összesen majdnem 24 ezer ügyfél, és hozzájuk hasonlóan egész éven 26 ezer ügyfél jelent meg a foglalkoztatási osztályon. Tavaly szeptember végén költözhetett vissza a járási hivatal a korábbi épületbe, ahol már modern, megújult környezet fogadta az itt dolgozókat és az ügyfeleket is. A visszaköltözés és az ügymenet zavartalanságának biztosítása is fontos volt ebben az időben. A szeptember 29-én került sor az épület ünnepélyes avatására, és akkor vehettük birtokba teljes körűen az épületet. Nagyon szép lett az épület, nagyon jók azok az elvégzett fejlesztések, azok az elvégzett munkák, amik itt történtek, hiszen akár az épület energetika, akár a
informatikai korszerűsítés, vagy a erős és gyenge áram teljes körű átszerelése, ez mind-mind a napi munkát könnyíti meg, sokkal gyorsabb az internet hálózatunk, sokkal jobb minden szobában a világítás, sokkal korszerűbbek ezek az eszközök is, és hát ezzel együtt pedig tényleg sokkal szebb a környezet. Az épület mellett az ügyintézések köre is bővült, hiszen például az áldozat és jogi segítségnyújtás mellett a NAV ügyfélszolgálat megnyitása is a hatékonyabb ügyintézést segíti a Sárospataki járási hivatalban. A szlovák nemzetiségi szószólók bemutatkozására szervezett kulturális körutat az országos szlovák önkormányzat. A magyarországi szlovákok nemzetiségi listáját már nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság. Eddig másik 6 nemzetiséggel együtt ők is szeretnének nemzetiségi szószólót a parlamentbe. A szlovákok listáján 5 ember szerepel. Listavezetőjük Paulik Antal, aki az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi főosztályának vezetője. A hazai nemzetiségek március 6-áig gyűjthetnek aláírást, és addig jelenthetik be országos listájukat. Kulturális programokkal színesítette választási körútját az országos szlovák önkormányzat. A hazai szlovákság csak úgy, mint 4 éve szeretne nemzetiségi szószólót a parlamentbe. Ehhez viszont az kell, hogy a szlovák nemzetiségű emberek regisztrálják magukat a nemzetiségi listán. Erre is volt lehetőségük azoknak, akik a sátoraljaújhelyi találkozón részt vettek. Az én családomban idáig 3 voltunk választók, a nagyfiam most lesz először választó, úgyhogy ő most fog regisztrálni, de a család többi tagja már regisztrált az előző választáskor. Az országos szlovák önkormányzat már regisztráltatta magát a Nemzeti Választási Bizottságnál, 5 fős listát állítottak. Az országgyűlési szószólóra való szavazásra buzdítják a hazai szlovákságot. Egyéni kedvezményes képviselői helyre nem indítanak senkit. Az elmúlt 4 év tapasztalata alapján úgy látják, jól működik a szószólói rendszer is. Szerintem a parlamenti bizottságunknak az elmúlt 4 éves munkája bebizonyít, hogy igenis, úgyis, hogy a plenáris üléseken a szószólónk nem rendelkezik szavazati joggal, a jogszabály előkészítésbe olyan stádiumban tudnak bekapcsolódni a szakembereink, amikor van lehetőségük arra, hogy befolyásolják ezeket a jogszabályokat, amikor formálhatják őket. Másrészt pedig azzal, hogy a parlamenti bizottságnak joga van arra, hogy az országgyűlésben kezdeményezzen jogszabálymódosítást, vagy akár önálló indítványt nyújtson be, egy újabb eszközhöz jutottunk, amely eszköznek segítségével tudjuk alakítani azt a környezetet, amely környezetben a civil szervezeteink, szlovák önkormányzataink és intézményeink működnek. A nemzetiségi lista elején idén Paulik Antal áll. A hazai szlovákok jól ismerik nevét, hiszen hosszú ideje a minisztériumból segíti ügyeiket. Az országos szlovák önkormányzat listáján 5 ember szerepel, egyébként jogszabály szerint minimum 3 embernek kell lennie. Az 5 ember sorrendben Paulik Antal, tehát én vagyok a listavezető, a második helyen az országos szlovák önkormányzat elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet van. A következő 2 helyen 2 a magyarországi szlovák fiatalok szervezetének tagja, akik fiatalként a jövőt jelenítik meg, Komjáti Anna és Kiszei András. És az 5. helyen az ebből a régióból Vágáshutáról származó hölgy, ő pedig Lénártné Orlicki Judit. Péntekig 7 nemzetiségi listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Bizottság. A parlamentben eddig 13 kisebbségnek volt szószólója. Március 6-áig jelenthetik be országos listájukat a hazai nemzetiségek. 100 éve született Balassa Iván etnográfus, a történelem tudományok doktora és a Sárospataki Rákóczi Múzeum egykori igazgatója. Egy időszaki tárlattal emlékeztek rá az utódok. Eddig több 10000 látták már a Bretzenheim folyosón kiállított tárgyi emlékeket, mondta híradónknak dr. Tamás Edit igazgató. Hozzátette, még egy hétig megtekinthetik az érdeklődők Balassa Iván munkásságáról szóló tárlatot, és utazhatnak vissza a múzeum alapításának idejébe.
Balassa Iván 1956-tól 1961-ig volt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának vezetője. Újszászi Kálmánnal közösen gyűjtötték és dolgozták fel az észak-kelet-magyarországi régió kulturális, illetve a hagyományok területén még menthető értékeit, melyek ezt követően a múzeum gyűjteményét is gyarapították. Ebből az örökségből nyílt időszaki kiállítás a közelmúltban a Bretzenheim folyosón. Fotók, könyvek, tárgyi eszközök vallanak a kulturális örökségről. Az érdeklődők szakmai táratvezetés keretében megtekinthetik úgy a kiállítást, hogy plusz információkat kaphatnak, azon kívül, amik ugye a vitrinekben szerepelnek, mint például hogyan is kötődik Balassa Iván Sárospatakhoz, hogyan ismerte meg ezt a települést, hogyan töltötte itt azt az 5-6 évet, amíg múzeumigazgatóként itt tevékenykedett. Látható itt a mögöttem lévő vitrinben egy nagyon szép vaskos kötet, amit a szőlészetborászatnak a bibliájának is neveznek, a Tokaj hegyalja szőleje és bora, amit 1991-ben adott ki Balassa Iván. Balassa Iván még 1990-es években is szívesen járt vissza egykori munkahelyére. A Bodrogközi Művelődési Egyesület emlékérmet is alapított tiszteletére. Az elmúlt év leglátogatottabb időszaki kiállítása volt. 10-20 ezer között, most így hirtelen pontos számot nem tudok mondani, nem néztem meg, de közel a 20 ezerhez látták, és ez örömteli, hiszen egy múzeumnak fontos feladata az is, hogy az elődeinek tisztességgel emléket állítson, és Balassa Iván nem csak Sárospatakon, hanem országosan jelentős néprajzkutató volt, és akik ide eljöttek Sárospatakra, szerintem örömmel fedezték föl, és nézték meg, választották ezt a kiállítást is, és így egy kicsit az országos irányba is elléptünk ezzel a zempléni témával, és egy kis emlékezést is adtunk ennek a kiállításnak. A kiállítás anyagát még egy hétig tekintheti meg az érdeklődő közönség. A hazai swing ismert énekese Gájer Bálint adott koncertet Sátoraljaújhelyen. A fiatal énekes közismert swing dalokat, latinos dallamokat és saját szerzeményeket is énekelt. A koncert nőnapi ajándéka volt a Kossuth Lajos Művelődési Központnak, így többségében hölgyek ültek a sorokban. Apró csokoládékkal lepték meg a hölgyeket Sátoraljaújhelyen, a városi nőnapi koncerten, melynek főszereplője Gájer Bálint volt. A The Voice tehetségkutató műsorban feltűnt énekes, swing számokat, latinos dallamokat és saját szerzeményeket is énekelt. Táncra nem perdült ugyan senki, de a sorok között azért mozdultak a lábak és a karok, és a tapsokból érzékelhető volt, jól szórakoztak a hölgyek. Igyekszem mindig megmozgatni a közönséget, ahol még van lehetőség táncolni, még egyszerűbb a helyzet, mert azért az elején mindig bátortalanok, de azért felszoktak állni táncolni, amikor nem olyan túl sok lehetőség van, tehát amikor a zenekarra játszunk, akkor is általában ültetett a közönség, úgyhogy ilyenkor mindig egy picit több munka, hogy valahogy megmozgassuk őket, hát ugye táncolni nem táncoltak, de benne volt a bugi a lábukban, én azt láttam, és hát szerintem én nagyon jól éreztem magam, nagyon jó közönség volt, tényleg minden kis apró poént vettek, amit mondtam, úgyhogy sikeresen zártuk ezt a mai estét, azt gondolom. Csak egy tánc volt, mit tőled kértem én. Gájer Bálintnak 2014-ben jelent meg az első nagylemeze, akkor még inkább a nagy elődök dalaiból. Két évvel később Swing and Pop címmel már több saját dalt is bemutatott. Legutóbb egy karácsonyi válogatás lemeze jelent meg, negyedik CD-je már formálódik. Angol ismert szerzeményeket szeretne rajta magyarul énekelni. Már az új lemez, ami valószínűleg jövő ősszel lesz, már erre is készülnek feldolgozások. Tehát olyan külföldi világslágerek, amiket ismer a közönség, és akkor ez most egy ilyen nagyon friss koncepciót szeretnénk minél többet, ugye magyarul énekelni, akár olyan dalokat is, amit angolul ismernek elsősorban, de szeretném megmutatni, hogy miről szólnak ezek a dalok. Úgyhogy nagyon sok minden van, lesznek saját dalok is, kicsit rokkosabb dolog is lesz majd a lemezen, úgyhogy próbálok még egy picit újabb szint még megmutatni ebből a műfajból. Ha táncra nem is volt példa az új helyi koncerten, közös éneklésre azért kaphatók voltak a hölgyek, így a Valami Amerika című szám swinges feldolgozása is elhangzott. Csak így lehet ez a hely a végén.
Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Közel 150 versenyző vett részt az országos kadett szabadfogású és női minősítési birkózó versenyen Sárospatakon. Március 5-e és 9-e között tartják a pedagógiai szakszolgálatok hetét. Sátoralja új helyen gazdag programot kínálnak ennek keretében. Több mint 62 ezer ügyfél vette igénybe a Sárospataki járási hivatal szolgáltatásai 2017-ben. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is viszontlátásra!